a labor olyan zenében. Szervusz Norbi, köszöntelek a szakma egyetemista projektjének a keretein belül megszervezett mai beszélgetésben. Elsősorban meg szeretném köszönni, hogy elfogadtad a felkérésünk, és beszélni fogsz nekünk a testnevelés és sportszakról, ugye a MOGY TTE keretein belül. És akkor nem fogom én tovább pozítani, szóval inkább átadom neked, hogy kicsit mesélj arról, hogy neked ez a testnevelés és sportszak hogyan is jött képbe, tehát hogy közvetlen érettség után választottad, illetve hogy miért pont ezt választottad. Sziasztok! Valójában ez a szak igazából már nagyon régóta a fejemben volt. Én gyermekkorom óta sportoltam, az élsportban is volt részem. És akkor úgy körülbelül már 9-es koromtól úgy tudtam, hogy e felé visznek majd az útjaim. Sportliceumban is voltam, és hát egyértelmű vált, hogy ezt a szakot szeretném végezni és követni. Értem. És most, hogy így már végzős hallgató vagy, azt megkérdezném így retrospektíve, hogy ahhoz képest, amilyen neked elképzelésed volt egyrészt erről a szakról, vagy amit maga a program fizet, ugye kiírt, mert ilyenkor szoktak lenni kis kalauzokban ilyen leírások ezekről, hogy melyik szak mit tud nyújtani, hogy érzed, hogy azt kaptad, amire feliratkoztál, vagy valami más is közbejött? Igazából teljesen meg vagyok elégedve. 3 év után most így a végére teljesen összeállt mindenben a kép, és örülök ennek, hogy így van. Aki részt szeretne venni ezen a szakon és ezen a tanulmányon, ajánlom, hogy legyen türelmes, mert minden információra szükség van ahhoz, hogy egy teljes kép maga a sportról és a testnevelésről összeálljon. Egy általános információcsomag, amivel majd el lehet indulni, és a tapasztalattal ezt felruházva, akkor úgy igenis sikeres szakemberek lehetnek. Uh-huh. Tehát türelemre van szükség. Igen, ezt így nagyon érdekes, hogy így kiemelted, mert picit az érzésem fakadt ebből az egészből, hogy akkor talán a képzésnek az első felében, minthogyha nem az jött volna még át, ami a teljes képhez szükséges ahhoz, hogy ezt ugye el tudjad mélyíteni magadban, de hogy akkor ezt egy kicsit bontsuk le szerintem így elemekre, hogy mi volt az, amivel így megvoltál elégedve ezen a szakon, és mi volt az, amivel nem? És akkor onnan majd folytatjuk úgy. Igazániból az történt, csak hogy az elején talán ijesztő a anatómia, a biomechanika, a fiziológia, ezek az orvosi jellegű tantárgyak, talán az embert egy kicsit megijesztik, és akkor elkezd gondolkozni, hogy hát de nekem mi közöm van ehhez? De igazából, amikor azok a tantárgyak is előkerülnek, amiket maga a testnevelés követ, akkor úgy szépen lassan, fokozatosan 3 év alatt felépül minden. Uh-huh. És úgy építőkövekre van szükség ebben is. Jó is, hogy megemlítetted így, és elkezdted konkrétan tárgyanként kiemelni azt, hogy mi volt, ami egy kicsit így akár elrettentett ettől az egész összképtől. Akkor menjünk bele ebbe részletesebben, hogy mi lenne az, ami szerinted így az adott szakon a legnagyobb nehézséget okozta, ez most nyilván szubjektíven, mert tőled kérdem meg, hogy mi volt az a tárgy, amire azt mondtad, hogy na ez volt az ilyen vízválasztó, hogyha ez megvan, akkor utána már nem kérdés, hogy ezt el tudod végezni sikeresen. Hát a másodévben volt nekünk a fiziológia, általában testnevelésen másodévben van, ami hát úgy mondjuk, hogy az ijesztője ennek a szaknak, tehát rengetegen szoktak, fél évfolyamok szoktak elmaradni ebből a tantárgyból. A mi évünk egy szerencsés év volt, és nagyon jól sikerült teljesíteni. Személy szerint én is, nekem is egyből sikerült átmenni ezen, de viszont jól és alaposan fel kellett készülni. Ezt követően második fél évében az ergofiziológia is nehéz volt. Nagyon jól le volt adva, de viszont nem volt könnyű felkészülni rá. És akkor ezt most pont jó, hogy így kiemeled, mert akkor itt ketté is lehet választani, hogy vannak esetek, amikor csak a tárgy maga nehéz, de van olyan, hogy lehet, hogy a tárgy nem volt olyan vészes, de maga a vizsga belőle az cserébe izasztó volt. Szóval így nem tudom, hogy ebben az esetben a kettő az fedi egymást, vagy volt olyan vizsga, amire azt mondod, hogy akkor ez tényleg nagyon nehéz volt? Hát ez a két vizsga nem volt könnyű, mm-hmm. Sőt nehéz volt gyakorlat és elméletből úgy szintén, de az anyagról nem panaszkodhatok, jól le volt adva minden esetben, tehát különösen most beszélünk a gyakorlati részről. Első fél évben, mert második fél évben már a Covid helyzet úgy nehezítette ezt a dolgot, de igazából
igazából jól le voltak adva, és átláthatóak voltak a kurzusok, amiből kellett tanulni, tehát. Így az átláthatóság jegyében akkor így meg is kérdezném most, mert lehetőség van erre beszúrni a kérdést, hogy ugye most említetted is, hogy voltak itt nehézségek maga tárgyak esetén, vizsgák esetén, de hogy akkor így nevezzük így egy kalap alatt előrehaladásnak az egészet, és akkor ezeket az infókat, tehát hogy te tudtad előre azt, hogy ezek a tárgyak így tényleg ilyen nehézséget fognak okozni, tehát hogy volt-e valamilyen információs forrás, akár így egyetem által leközölt, felsévesektől összeszedett információ, vagy a, nem tudom, a DS-től kapott információ, vagy mi az, ami így be tud ezeket jósolni, vagy hogy segített téged egyáltalán abba, hogy így a szakmai előrehaladásodat így az egyetem keretein belül megkönnyítse. Természetesen, hogy az egyetemisták beszélnek egymás között, és tudtuk, hogy mi lesz az, ami nagyon nehéz lesz, de a tanárok is azért figyelmeztettek, hogy ebből a tantárgyból azért álljunk oda, mert itt nem játék. Uh-huh. Jó, ez fontos azért, mert ez így fel is vezeti a következő témakört, ami maga így az egyetemi közösség élet légkör, ami tudom, hogy most így a COVID járványügyi helyzet alakulása miatt eleve nehezebb, vagy tabu téma lehet, de hogy akkor beszélünk egy általánosan, mert te ugye megélted azt az időszakot is, amikor még nem volt ez a predominánsan érvényes állapot, hogy milyen volt a viszony így a szakon belül oktató tanárokkal például? Én személy szerint erről a témáról nem panaszkodhatok, tehát itt semmi panaszom nincs. Minden egyes tanárral nagyon jól egyeztem. Igazából a viszony nagyon barátságos, nagyon jó. Van egy távolságtartás természetesen, ami szükséges az egyetemista és a tanár közötti tisztelet, de igazából segítőkészek a tanárok. Akárkitől bármit kérdez, igazából két szóból útba irányít, és rendben van. És akkor ezt tovább gondolva, akkor milyen volt maga a csoporttársakkal, esetleg meg tágabb értelembe véve ugye az évfolyammal a viszonyotok így nektek? Hát azt merem állítani, hogy a mi szakunkon ez így egy kicsit sokkal szorosabb a kapcsolat az egyetemista társakkal, mivel a sport a gyakorlatunk az nekünk abból áll, hogy bemenjünk, mit tudom, menjünk kosárórára, bemenjünk teniszre, bemenjünk tornára, és akkor együtt gyakorlunk, egymás segítsük, csapatjátékok esetén egy csapatban is vagyunk, tehát ez egy nagyon jó viszonyt állít elő az évfolyam társakkal, arról ne beszélve, hogy ugye első évben sítantárgyunk is volt, ami oké, hogy az elmélet itthon volt, de gyakorlat abból állt, hogy egy hétig elmentünk Maroshévízre, és ott megtanítottak bennünket sízni. Ez megint egy nagyon pozitív élmény volt team building szempontjából. Most, hogy ezt így mondod, akkor be kéne iratkozzak én is erre a szakra, mert hogy meg kell tanuljak valamikor sízni az életbe. Nagyon-nagyon vagány, nem tudtam, hogy ilyenek is vannak, úgyhogy ez tényleg fontos lehet, hogy esetleg más is informálódjon ebből. Még ezen a témakörön belül maradva arra lennék kíváncsi, hogy érzed, hogy te személy szerint nyilván, meg úgy évfolyam széria szinten is, hogy maga a DS, vagy az MMDS-nek milyen kapocsa volt így a felétek, vagy hogy ők segítették-e a tanulmányi előrehaladásotokat, vagy hogyha érdekképviseletről beszélünk, hogyha volt valamilyen ügyes, bajos gondotok, akkor fordulhatatok hozzá, és hogy érzed, hogy akkor ezt úgy orvosolták, vagy igyekeztek-e segíteni nektek? Hát igazából olyan túl mély kapcsolatunk nekünk nem volt velük, de egy példát fel tudok hozni, amikor direkt kontaktusban voltunk velük, volt ez a Mari Sciences konferencia, ugye mi román szak lévén ezen vettünk részt, és nem a TDK-n, de itt ők voltak azok, akik útba igazítottak bennünket, ők lévén a szervezők is, a Diákszövetség, és igazából akárhányszor telefonáltunk nekik, akárhányszor megkerestük őket, segítőkészek voltak, és bármiben tudtak segíteni nekünk. Jó, hogy kiemelted ezt, bocsánat, magamtól nem is jutottam volna odáig el, hogy ez akkor egy román szak ugye magában, tehát nem magyarul van a képzés, ez fontos. Eltüntetjük valahol, és akkor így ezt az egyetemi közösséges légkörös témát is így letaglaltuk, úgyhogy most tovább mennénk a komolyabb vizekre, hogy ez egyrészt engem is nagyon érdekel, másrészt meg nyilván közérdekű információként is nagyon fontos lehet, hogy így a testnevelési sportszakon belül van-e részed, vagy van-e része az embereknek, akik ezen a szakon vannak valamilyen szakmai gyakorlatban, illetve hogy ez a szakmai gyakorlat akkor miből áll, és az egyetem biztosítja, vagy magadnak kell ezt valahogy kitaposnod? Is, tehát harmad évben nekünk van
maga gyakorlatóránk, amiben az egyetem biztosít egy iskolát, ahova el tudunk menni, tornaórákat végigfigyeljük. Én személy szerint be is segítettem ezeknek az órákban, ahol én voltam, az órákban be is segítettem. De azon kívül ajánlom bárkinek, hogy ki ezen a szakon van és lehetősége van, keressen egy sportklubot, ahova elmehet, és gyakorlatban is ültetheti azt, amit tanult. Tehát mind a 3 év alatt, amit én ez az egyetemen voltam, mindvégig egy sportklubnál besegítettem. Nagyon sokat segített a terminológia szempontjából, a beszéd szempontjából, hogy azt, amit elméletben megtanultam, elmondtak, azt gyakorlatban is ültethettem délután az edzések során. És voltak évfolyamtársaim, akik ugyanebben a helyzetben voltak, de maga az, ahogy ők beszéltek, ahogy megszervezték a csoportokat, ez látszott. Ez nagyon-nagyon jó így, hogy ennek van egy íve így ennek az egész beszélgetésnek ilyen szempontból, hogy te már elkezdted így a különböző kluboknál konkrétan kamatoztatni azt, amit az egyetemen elméleti síkon tanítottak, és akkor ezt fel is vezeti a következő kérdést, hogy te hogy érzed, hogy, mert nekem laikusként például egy olyan elképzelésem, hogy aki elvégzi ezt a szakot, akkor lesz tornatanár, vagy lesz edző, de hogy aki tényleg elvégezte, és most te ott tartasz, hogy már a kapujba vagy ennek az egésznek, hogy érzed, hogy az abszolválást követően a munkaerőpiacon hol tudnál elhelyezkedni? A legegyszerűbb és a legbiztosabb munka lehetőség, így, amit te is megemlítetted, az a tornatanári szakma. Egy címzetes vizsgával, ami a nyáron lesz, el lehet foglalni bizonyos pozíciókat, én is erre számítok, hogy ebben a szakban fogom elhelyezni magamat, mert ugye ez egy biztos rész, de valójában, ami engem jobban vonz és jobban is szeretem, az maga az edzőség. Úgy érzem, hogy az élsporthoz egy kicsit több közöm van, mint a testneveléshez. Ugye ezt gyakoroltam éveken át, és jobban is szerettem ezt az atmoszférát. Úgyhogy valójában szerintem ezen a két síkon fogok működni, úgy mint tornatanár, mert ez mégis egy nagyon biztos pozíció, és mint edző is szeretném továbbfejleszteni magamat, és megfelelő körülményekbe kerülni, hogy akár olyan sportolókat is tudjak felkészíteni, akik nemzetközileg jó eredményeket tudnak elérni. Hát ehhez nem tudunk más tenni, mint sem, hogy sok sikert kívánunk, de köszönöm, hogy akkor így szépen. Konkrétan akkor így felvázoltad, hogy mi van még itt a palettán, úgyhogy ezt is köszi. És akkor most elérkezünk az informális beszélgetésnek az informálisabb részéhez, amikor is így tényleg így ilyen kitekintő jelleggel kérdezném meg, hogy már az elején említettél olyan dolgokat, hogy ez a tárgy volt nehéz, az a vizsga volt nehéz, de hogy vannak olyan részek, amikor, hogyha bekerülsz első évesként az egyetemre, és hogyha nem kapod meg ezt az információt, akkor lehet, hogy kicsit fáj megtapasztalni élesben, hogyha egy tanár tegyük fel nagyobb tiszteletet igényel, vagy egy olyan dologról beszélünk, hogy most jobb félni tőle, mert tudod, hogy akkor ezt komolyabban kell venni a tanulmányait során, mert ha nem, akkor ott neked az ijegység nagyobb lesz a végén. Tehát, hogy ki vagy van-e olyan tanár ezen a szakon, akitől tényleg jobb félni, mint megijedni így összegezve? Név szerint nem emelek ki senkit, de a helyzet az, hogy valójában mindegyik tanárról tudni kell azt, hogy ez már nem liceumi szint. Nekünk ezt az első hetekben nagyon kihangsúlyozták, hogy erre a dologra nagyon figyeljünk, és valóban nem is az. Nem tolerálják épp annyira a késést, mint az iskolában. Meg senkinek nem az a lényeg, hogy most a hátán cipelve is te átmenjél. Megbuktál, ennyi. Tehát ez senkinek nem fáj. Különösen ajánlom, akik ide jönnek és akik ezt a szakot választják, hogy nagyon vigyázzanak az orvosi tanárokra, akik az orvosin is tanítanak, mert ők külön tiszteletet igényelnek. A mi tanáraink, akik a testneveléssel vannak, mondom, velük sem megy az, ami a liceumi tanárokkal működött, tehát visszapofázás, ilyesmi, meg se forduljon senkinek a fejébe, hogyha be akarja fejezni ezt az egyetemet, de viszont nagyon, nagyon jó tanári kör van, nagyon segítőkészek, kegyelmesebbek is, mind az orvos is tanárok, ez az igazság. Nem kell megijedni tőlük, de nem is kell erőltetni semmit velük szembe. Tehát meg kell csinálni azt, amit kérnek, tiszteletben tartani őket, nem kell félni, de megijedni sem. Igen, jó. Ez így fontos letisztázni, ez szerintem egy nagyon hasznos infó azoknak, akik még szeretnének erre a szakra menni. És szerintem bármilyen egyetemben amúgy így van, hogy nem, a tanárok nem olyan toleránsak, mint a liceumban.
Lehetséges igazából, ezt azért kérdeztek téged, mert hogy ezen a szakon akkor ez volt az, ami érvényesült, és majd más szakokról el fogják mondani a képviselők, hogy akkor ott hogyan valósul meg. És egy ilyen záró gondolatként kérdezném meg tőled, bár ez is egy nagyon jó tanács volt így azoknak az embereknek, akik ezen a, vagy azon gondolkodnak, hogy ezt a szakot választják a tanulmányaik folytatására, de hogy van-e valamilyen átfogó tanács így 3 év retrospektívájából, amit így tudnál mondani azoknak, akik tényleg ezen gondolkodnak? Hát elsősorban, hogy élvezik ki mind a 3 évet, mert nagyon hamar eltelik, és aztán jöhet a munka. Én nekem nagyon hamar eltelt az igazság, és meglepődtem ezen a dolgon. Az egyetemmel kapcsolatosan természetesen vegyék komolyan, és ne csak úgy gondolkozzanak, hogy hát egy tornatanár vagyok, hát bemegyek oda, dobom a labdát a gyerekeknek, és annyi. Nem ez a lényeg, nem erről szól. Vegyék komolyan, és a tanárok meg fogják adni a megfelelő körülményeket ahhoz, és valójában tiszteletben tartani a tanárokat, és nagyon jó fejek lesznek, nagyon rendesek lesznek, viccelődni lehet velük, egy jó érzés határán belül, természetesen nem tudom, tanulni kell azért, nem kell félváról venni, hogy sportszak, és akkor nem kell tanulni, de igen, itt is sok tantárgy van, amiben igenis könyvet elő kell venni, és be kell ülni. Hát mit tudnák még mondani? Nagyon szép egyetem, nagyon, nagyon vagány. Mm-hmm. Jó, akkor ez így megvan, és le van kerekítve így a beszélgetés, így szép végszóval is tudjuk zárni, ezt mindig szeretem, és akkor még egyszer nagyon szépen meg szeretném neked köszönni, Norbi, hogy elvállaltad a felkérésünk, és beszámolót tartottál a testnevelés és sportszakról, és akkor, hogyha esetleg a kedves nézők, hallgatók kíváncsiak lennének még más jellegű szakbemutatókra, és akkor itt ott, aki van tűzve a lejátszás lista, arra kattintva átmehetnek más beszélgetésekre, és akkor köszönjük, viszontlátásra. A labor olyan, hogy